Ha te cukrász, szakács, illetve felszolgáló szeretnél lenni, vagy a vendéglátásban dolgozni, akkor sok szeretettel és tárt karokkal várnak a VIP-ben. A vendéglátás nem túl könnyű, de nagyon szép szakma. Hát ez aránylag egy fiatal intézmény a helyét tekintve. 1981-ben kezdődött ebben az épületben az oktatás, de előtte a jogelődje a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkás képző volt, akkor a megyei profiltisztítás alapján a kereskedelmi tanulók átmentek a kereskedelmi szakközépiskolába, itt pedig indult a vendéglátó szakmunkások mellett a vendéglátóipari szakközépiskolai oktatás is. Azóta veszünk föl szakközépiskolás gyerekeket is, de megmaradt a szakmai képzés is, tehát a szakmunkás képzőiskolai képzés is. Kiskorom óta szerettem a vendégeket kiszolgálni, és ha volt olyan ismerős, ahova mondjuk elmentünk vendéglőbe vagy étterembe, szívesen segítettem. Hagyományos értelemben vett vendéglátóipari szakközépiskolai osztályokban veszünk föl tanulókat, illetve cukrász, felszolgáló és szakács szakmában oktatunk szakmunkás tanulókat. A következő tanévben egy kicsit rendhagyó módon veszünk fel gyerekeket, mert egy újfajta iskolatípus is indul nálunk. A szakközépiskola, két szakközépiskolai osztályból az egyik idegenforgalmi irányultságú, úgynevezett világbanki követő osztályként kerül be iskolázásra. Ezek a gyerekek a világbanki típusú osztályoknak megfelelően fognak tanulni, tehát az első két évben minimális szakmai ráhangú tantárgyakat tanulnak, és csak a negyedikben lesz olyan 30-40%-os szakmai tantárgysor, viszont középiskolai érettségi után akkor itt maradhatnak 5-6 évre, ahol idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi ügyintéző szakmát szerezhetnek az érettségi után. Én úgy érzem, hogy ez a legjobb szakma, ami úgy közel áll hozzám, és már kiskorom óta figyeltem ezt a szakmát, és megtetszett. És úgy érzem, hogy hát más szakma nem is állna ilyen közel hozzám. Kiknek ajánlod ezt az iskolát? Mindenkinek, aki szeret főzni. Hát és végül is itt nem csak főzünk, mert felszolgálás, sütünk. Tehát aki szereti ezeket a dolgokat, szereti a vendéglátást, vendéglátással foglalkozni. Miután tavaly is legalább kétszeres volt a túljelentkezés, ezért elhatároztuk, hogy egy kis felvételi meghallgatást fogunk tenni február 21-én szombaton. Ezen a gyerekek írásbelizni fognak matematikából és magyar nyelvből, magyar irodalomból, és lesz egy úgynevezett alkalmassági beszélgetés, ami az általános intelligencia szintet, a rátermettséget próbálja valamennyire nyomon követni és értékelni, és az itt szerzett benyomások alapján kialakult pontok, azok megegyeznek az általános iskolából hozott pontokkal, ami hát főleg az érettségi tantárgyaknak a sorát jelenti. Véleménye szerint milyennek kell lenni a jó felszolgálónak? Hát szerintem illemtudó, becsületes, segítőkész, vidámnak. Kinek tudod ajánlani ezt az iskolát? Hát szerintem mindenkinek, aki szeret vendégekkel vagy emberekkel társalogni, és szeret egy kulturált helyen dolgozni. Nem szabad elfelejteni, hogy ez azért idény jellegű szakma, és ez nagyon csalóka, hogy ha télen kérdezik meg az itt végzetteket, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy most nincs helyen, de márciustól októberig viszont sokszor még a többszöröse is el tudna helyezkedni, mint a hányan végeztek. Enni, hát az mindig kell, és jó dolgokat mindig jó elkészíteni, szerintem. Ez egy nagyon szép szakma, ez nem egy hétköznapi szakma, ez mindig mindenképpen ünnepi szakma, de egy nagyon nehéz szakma. Nehéz szakma azért is, hogy általában akkor kell dolgozni, amikor a másik ember ünnepel. Tehát ez nem csak azért ünnepi, hogy a dolgozó ünnepelhet, hanem mint dolgozó ki kell szolgálni azokat az embereket, akik ünnepelnek, és őneki bizony karácsony, húsvét, nyári szünet, nyaralás az általában nagyon szűkre szabott.